Először nézzünk meg egy előadást az antropológia történetéből. Híres múmiákról, csontmaradványokról, mint például Tutankhamonról, vagy Lucyről, az előemberről. Az előadáson hallhattunk az egyik legrejtélyesebb fáraó, Tutankhamon feltételezett betegségeiről, melyeket bebizonyítottak a múmián végrehajtott 2010-es DNS vizsgálatok. Kiderült, hogy a fáraó vérfertőzés szülöttje volt, mivel szülei testvérek voltak. Maláriás is volt, és egy nagyobb ütés miatt véromlen képződött a koponyájában, de nem ebbe a sérülésbe halt bele. Majd a példóni emberről hallottunk, aminek érdekessége, hogy egy amatőr régész majd 40 éven át hitette el a világgal, hogy a humán evolúció legvitatottabb szakaszából származó leleteket talált. Jóval később azonban kiderült, hogy a majomhoz hasonló állkapcsú, de modern emberi koponyatetővel rendelkező maradványok különböző fajok csontjaiból összecsiszolt hamisítványok voltak. Majd Lucy véletlen megtalálásának szerencséjéről esett szó, aki az Avas folyó völgyében egy esőzésnek köszönhette felfedezését. A körülbelül 3 millió éves nőstény ember előd egy Beatles számról kapta a nevét, melyet a megtaláló kutatók hallgattak az ásatás közben. Végül Öci, az 5300 éves jégember körüli vitákról tudtunk meg többet. A férfi az Alpokban halt meg, a teste pedig megfagyva természetes úton mumifikálódott. Bőrén tetoválások voltak, melyek gyógyító hiedelmek jelei lehetnek. Étrendjére, életmódjára, menekülésének és harcainak körülményeire is lehetett következtetni a talált tárgyi leletek alapján. A megtalálói címért és az azzal járó pénzjutalomért hosszas perek folytak. A holttest megtalálásában és a vizsgálatokban résztvevő emberek közül azóta többen rejtélyes körülmények között haltak meg. Az előadás után Berecki Zsoltot kérdeztük arról, hogy milyen koncepciók alapján állította össze előadásait az őszi kulturális fesztivál programjai alatt. Ezt a három előadást, amit most az őszi kulturális fesztivál keretein belül tartottam, ezt direkt úgy válogattam össze az előadásaimból, amelyeket más kurzusokban tartok egyébként biológus hallgatók számára, hogy olyan dolgokat mutassak be érdeklődőknek, átlag embereknek, amely számukra is izgalmas lehet. Ezekről a dolgokról szinte nap mint nap lehetett olvasni. Mostanában is Tutankhamonnak a vizsgálatai, Magyarországon is szinte minden médiumban szerepeltek. Ez azért koncepció volt, hogy legyen benne minél frissebb dolog is. Tehát olyan dolog, amiről esetleg valóban hallhattak a hírekben, vagy olvasták valahol, vagy látták valahol. A téma iránti érdeklődés széles körű volt. Nem csak biológus hallgatók ültek a közönség soraiban. Művészettörténetet tanultam, tehát a Tutankhamonról, meg még például emberről is azért hallottam, de számomra az nagyon érdekes, hogy mennyi mindent meg lehet tudni a ruházatból, vagy azokból a tárgyakból, amiket egy ilyen múmia mellett találnak. Azért jöttem ide, mert az anyukám azt mondta, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy itt vannak csontok, meg ilyen fura maradványok, meg hogy ilyesmi. És akkor mondtam neki, hogy oké, akkor nézzük meg. És akkor eljöttünk a tesómmal. Végig érdekes volt. Engem is igazából azt kötnek, hogy mennyi mindent meg lehet tudni ilyenekből, meg hogy mennyire véletlen ezeknek a leleteknek a megtalálás, és hogy kutatók ezzel mennyire előre haladnak. Tutankhamon tetszett, mert én az osztályommal már voltam Budapesten a Tutankhamon kiállításon, és ott is érdekes dolgok voltak. Akiket megfogott ez a téma, azok nézzenek vissza majd jövő szeptemberben a kutatók éjszakájának rendezvény sorozatára, mert terveink között szerepel, hogy akkor egy kicsit nagyobb volumenű programot összeállítunk.